Sziasztok! Én a Szabolcs vagyok, az Ascensis elnöke. Győrben középhaladókat és kezdőket tanítok, Budapesten ebben a fél évben még provosztokat, szeptembertől egy új helyen leszek, ami még titok. Hoztam nektek pár gyakorlatot, ami mindenképpen csináltok kis helyen egyrészt, másrészt hasznotokra válik vagy a táborba, vagy pedig szeptembertől, mert ezek Lichtenauer alapjaihoz tartoznak. Ő ugyanis tanít nekünk 4 darab védést, 4 darab akasztás és egy nagy halom csavarást, amihez fog nektek mutatni most néhány technikát. Kezdjük a 4 darab védéssel, úgy hívnak, hogy a Vier Versetzen. Ez igazából 4 ütés, amit ő úgy gondol, a mester, hogy mindentől megvédenek téged, ami csak szemből jöhet. Nézzük meg őket! Ez az első. Ez a második. Ez a harmadik. Ez pedig a negyedik. A Vier Versetzen az csak egy mozdulat, most van 4 mozdulat, de a végállapotuk, azt ő úgy nevezi, hogy a 4 akasztás. A 4 akasztást fel lehet venni a 4 védés után, vagy bármikor máskor lekötésből. Nézzük meg ezeket. Tehát a 4 akasztás a Vier Hengen így néz ki. Ezek nagyon klassz dolgok, mert ha jól megnézitek, a hegyét a karnak már ráfogják az ellenfélre, miután kivédték az ő csapását. Ezután a technikák után, ezután a védések után ösztönszerűen jönnek a csavarások, és ezekkel fogunk foglalkozni. Csavarásból 24 van, nem nézzük őket mindegyiket végig. A lényeg az, hogy ezekből a pozíciókból indulnak, szúrással, vágással vagy ütéssel lehet őket befejezni. Van bőle alsó, felső, külső, belső, összesen 24 darab. Nézzünk meg néhány gyakorlatot szúrásra, vágásra és ütésre. Ütést akkor fogsz tudni gyakorolni, ha sok hely van a szobádban. Ha kevés hely van a szobádban, gyakorolj szúrásokat és vágásokat. Annyit kell most tudnod, hogy akkor szúrnál, ha az ellenfeled távol van, akkor ütnél, ha az ellenfeled közel van, és akkor vágnál, hogyha az ellenfeled annyira közel van, hogy igazából rajta van a kardod. Vágni lehet majd előre is, meg visszafelé is, ez igazából most mindegy. Nézzünk néhány gyakorlatot szúrással. Eddig egyszerű, megcsináltam a Vier Versetzent, felvettem valamelyik akasztást, valamelyik hengent, és csináltam egy szúrást belőle. Elképzeljük, hogy ilyenkor a kard elérte volna az ellenfelet. Jöjjenek hát az ütések. A ütéseknél az a lényeg, hogy a kardomnak a hegye már túlhaladt az ellenfélen, nem fogom tudni bögdösni, ezért meg kell őt ütnöm. Az ütések általában a kardjának a belsején történnek, és csak akkor gyakorolt, hogyha van rá helyed. Nézzük meg! Szemfülesek észrevehették, hogy ezek igazából keresztütések voltak, zwerchauk. És végül a vágás gyakorlatok. A gyakorlatok vágással. A vágó mozdulat a végén, kicsit túlzásba vittem egy kicsit talán, azt jelentette, hogy a kardom rajta van az ellenfél nyakán, és csinálok egy vágást belőle. Ezek működhetnének előre is, a rajta lévő kardot meg lehetne tolni, de ez nehezen szimulálható és nehezen elképzelhető, hogy is néz ki pontosan, ellenfél nélkül. Ezek hát a gyakorlatok, nyugodtan kösd őket össze, csinálj belőle folyamatot, mondd nektek egy kis flor is, ez hogy is működhet, és nézzétek meg!
A lényeg, gyakorold a négy védést, a négy akasztást, szúrj, vágj vagy üss belőle. Találkozunk a táborban, vagy szeptemberben. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Arsenzis videoblogjának a negyedik része, és negyedik részben is a beszélgetős szekció. Ezúttal van ma Szabolcssal beszélgetünk, az egyesületünk elnökével. Szia, Szabolcs! Szia, Boni! Meg szia mindenki más is! Sziasztok! Ezúttal, mivel Szabolcs egy nagyon régi motoros itt az Arsenzisben, konkrétan az alapításnál is ugye nagy szerepet játszott, ezzel ilyen kérdéssel fogjuk majd kezdeni ezt a beszélgetést. Szabolcs, ha jól tudom, te az egyesületnek a legelső idejében is jelen voltál, ugye? Te voltál az egyik alapító. Most már ugye egy közel 300 fős egyesület, vagy borzasztó sok minden történt azóta, de azoknak, akik most újak, meg nem voltak ott az elején, nem tudják pontosan, hogy hogyan is indult. Tudnál esetleg nekünk erről beszélni egy pár szóban? Hogyne. Az igazság az, hogy az ilyen történetek, azok mindig utólag viccesek, meg utólag szépek, meg utólag lehet róluk elmondani, hogy mennyire volt valójában igazunk, mennyire volt nagyszerű, és ott lévő emberek mit tettek bele a dologba. Mert igazából visszafelé kell kezdenem. Most könnyű beszélni hőskorról, hogy jaj, de nagyon királyok voltunk akkor, de sehol nem vezetett volna, és ez tényleg így van, hogyha nem alakult volna ki az a csapat, aki most viszi az egyesületet. Tehát enélkül a többi oktatónak az áldozatosabb, és azt mondanám, hogy hősiesebb munkájától, munkája választ el minket attól, hogy három lökött gyerkőt kergeti egymást a kardokkal az erdőben, odáig, hogy egyesület vagyunk, és szövetség alapító egyesület, és a nemzetközi szövetség alapításában is résztvevő egyesület. Igazából baráti körnek indult minden egyes tagunk, aki akkor ezt csinálta. Ők valamilyen harcművészetből jöttek, tehát volt valamilyen előképzettségünk mindannyiunknak, és hát egy ilyen 3-4-5, aztán 6, aztán 10 embert képzelj el, de azok közül, az emberek közül igazából ugye kedves nyájas hallgatók maximum 4 embert ismerhetnek, ugye a Regényei Petit, a Macit, és az Edgárt, aki ugye egy osztrák srác, aki az edzőtáborinak régebben, most már kevésbé, de régebben ugye a fotográfusa, tehát a fényképésze és az IA-s oktatója volt, de az Edgár is, ő vele mi nagyon jó barátságban vagyunk, így a Péterrel hárman, és nagyon kitaláltuk, hogy mi ezt megcsináljuk. Van egy csomó vicces anekdótánk, ilyen, mit tudom, kivonultunk az erdőbe, ez általában Ausztriában volt az erdőbe kivonulás, vittünk magunkkal a kis kódexenget, hogy most jól ki fogjuk gyakorolni, hogyan kell csinálni az európai harcművészeteket, ezt ilyen 20 évvel ezelőtt gondoljátok, tehát ilyen abszolút hőskornak, és Petinek már volt Regényei félekardja, az Edgárnak is volt Regényei félekardja, nekem nem volt Regényei félekard, ami egy ilyen standard, valami, nem standard, egy szó szerint egy műhamisító embertől vásároltam kardot, akinek az volt a foglalkozása, hogy múzeumi minőségű kardokat gyárt, embereket átverni, hogy eredetinek néznek ki. Na, de hát ugye a kinézetre ment rá, az én kardom az ilyen volt, a nevét nem mondom el a készítőnek, mert nem szeretném, hogyha ebből neki gondja lenne. Az a lényeg, hogy volt egy nagy fa, kiborult elénk az erdőben, és kiszálltunk az autóból, hogy mi most nagyon hemások leszünk, és kivágjuk a fát, és a két Regényei kard neki állt kivágni, az enyém meg köré csavarodott. És állítólag valami fantasztikus arckifejezésem volt, amikor így a fa köré csavarodott, szó szerint ilyen kardomat nézem, hogy hát ezzel nehéz lett egyesületet alapítani. De nagyon jó volt. Hát azóta eltelt azért egy jó pár év. Mondom, majd tök lakúsz. Hogy nekem az ugrott most be így kérdésként a fejembe, hogy az, amit te elkezdtetek, azt ti vettétek-e valakitől azt a tudást, vagy azt az ötletet, hogy ti nektek kardozni kell, tehát akkor létezett-e már az a fogalom, az a mozgalom tulajdonképpen, amit ma Hemának hívunk, vagy ezt ti teljesen úgy döntöttétek el, hogy ti lesztek az Aragornok, vagy nem tudom micsodák, és akkor, vagy Jedik, és akkor elkezdtek kardozni, és abból lett végül egy idő után ilyen szakmaiság. Tehát ez létezett ez a Hema akkor, ha létezett, tudtatok-e róla? Nagyon vicces a dolog, mert létezett. De mi erről nem tudtunk, tehát ezt úgy képzeld el, hogy
Ugye van egy bizonyos kultúrája a távol-keleti harcművészeteknek. Ebből elég jól hoztuk magunkkal, ugye az, hogy kell egy edzésnek kinéznie, hogy kell egy csapatnak kinézni, hogy van tananyag, vannak valamiféle formai követelményei annak, hogy te elkezdesz edzeni, de azt is hozzá kell tenni, hogy megvannak a maguk problémái is ezeknek a csapatoknak. Tehát mi olyan helyről jöttünk el, ahonnan fontos volt, hogy eljöjjünk, mert ilyen szekta jellegű működés produkált az egyesület, és mi kitaláltuk, hogy nekünk kell valami, mert hiányzott a csapat, hiányzott a kardás, kell valami, ami harcművészet, ami kardokkal történik, de nem az, mert az már leégette magát. És akkoriban mi azt gondoltuk, kitaláltuk a világnak a legnagyobb csodáját, mi hárman, utána már nyilván többen is, hogy milyen király lenne föléleszteni az európai harcművészeteket, belevinni azt a kultúrát, amit megtanultunk arról, hogy lehet edzést tartani, meg edzeni kell, meg ki kell tanulni akkor a technikákat, és akkor volt egy ilyen jó pár hónapos, ilyen csodálatos hőskor, amikor rájöttünk arra, hogy hát vannak vívókönyvek, úristen, micsoda, fantasztikum, és hogy milyen régiek, és milyen jók, és hogy milyen jó, hogy óközép-németül vannak, mert azt értem, és akkor ezt elkezdtük feldolgozni. Az első tananyagaink egyébként, az első edzéseinkről, Paulus Hector Mayer és Marozzo voltak. Hogyha találkozol valakivel, mondjuk azért vannak pár, amelyik az első egy évben mondjuk csatlakoztak, vagy az első két évben, ők meg fogják neked mondani, az első ütésnek megtanultak, nálunk az bizony, mert Ritto Scalambrato volt, és az teljesen később derült csak ki, hogy azért már ezt próbálgatják a világon, de hozzá tartozik, hogy utólag visszanézve, mi pont abban a pár évben kezdtük el, amikor a nagy csapatok is elkezdték maximum két évvel korábban. Tehát már létezett a drencslág, már léteztek Dave Rawlingsék, már volt Matt Easton, már volt a Fabrice Dijonban, sőt, már volt kettő Dijon akkor, de több nem. És így, ahogy az internetnek a akkori kezdetleges állapotából, mint két hónap edzés után derült ki, hogy ja, hát ezt csinálják ám mások is, és akkor az nagyon sokat segített, mert akkor abban az időben kell kitalálnunk, hogy jó, akkor lenne valami vizsgarendszer, vagy ami hasonló, és akkor így, hogy hát volt ennek kultúrája a középkorban és a koraújkorban, és akkor ebbe bele tudtuk magunkat ásni. Ez azt jelenti, hogy az első év végére tudtuk, hogy mit jelent a scholler, hogy lesznek provostok, hogy lesznek free scholarek, hogy nem lesznek mesterek jó ideig. Mi ezt nem zártuk ki olyan teljesen, hogy soha nem lehetnek, tehát nem ideológiát gyártottunk belőle, de szükségszerűen nem volt, és most sincs túlságosan közel így a szkópunkban, hogy ilyet lehet csinálni, hogy ebből egy mestert avatunk, annál jobban tiszteltük a művészetet, és így az első év végére megnőtt bennünk az alázat, a három hülye gyerek, aki azt sem tudta, mit fog csinálni, és hű, most hirtelen ők lettek a nagy valakik, kiderült, hogy nem vagyunk nagy valakik, de nagyon élveztük. Hogy meséljek el, villámgyorsan egy hasonlatot, ami talán érdekes lehet. Van egy harcművész, egy jiu-jitsu-nak hívják, és van egy másik ága ennek, talán ismeritek, a Brazilian Jiu-Jitsu, és ennek van egy érdekes története, mert volt egy japán emberke, aki elment Brazíliába, és ott elkezdett jiu-jitsut tanítani. És az ottani embereinek azt mondta, hogy jó, majd 5 év múlva, vagy 10 év múlva el kell mennetek világbajnokságra. De képzeljétek el, hogy az annyira bonyolult, és olyan erősek ott az emberek, és ügyesek, hogy edzetek minden nap, nagyon erősnek kell, nagyon gyorsnak kell. És a brazil csávók, ez egy ilyen 20-25 éves történet szintén, olyanná edzették magukat a normál jiu-jitsusokhoz képest, hogy amikor elkezdtek versenyezni, mindenkit nagyon vertek. És annyira furcsa volt számukra ez a világ, hogy hát mégsem van ügyes mindenki, mint ők, hogy külön ágat is kellett, vagy hát csináltak saját maguknak, ezt hívják, hogy Brazilian Jiu-Jitsu, vagy BJJ, és egy kicsit ez hasonló volt, mint mi művelkünk. Tehát mivel mi tudtuk, hogy fogunk menni Dijonba, mert meghívtak minket, tudtuk, hogy fogunk találkozni velük, és mi nagyon edzettünk, és hú, majd lesznek versenyek, és mi nagyon korán fémkard, tehát mi azonnal fémkarddal kezdtünk, és amikor gyakorló eszközökről volt szó, akkor nagyon-nagyon hamar a féder már benne volt így a levegőben, még nem tudtuk legyártani, nem tudtuk, a Péter nem tudta még legyártani annak idején, de már folytak a kutatások, már láttunk rossz példákat, de amikor mi kimentünk az első Dijonba, akkor még mindenkinél fakard volt, a szabadvívó eszköz pedig egy ilyen súlyozott sináj. A sináj az a kendós
japán vívóknak a ilyen bambuszkardja, amely csomó problémája van, nincs neki éle, mint 60 centi, vagy 70, tehát nagyon rövid, tehát nem egy 90 centis valamiről kell elképzelni, vagy 100 centiset, de annyiból jó, hogy nagyon fáj, és felszerelés akkor még nem volt. Szóval mi így mentünk ki, nagyon hamar, nagyon sok párbajt sikerült nekünk megnyerni, tehát lett egy ilyen korai jó hírünk, ami szerintem mára eltűnt, és ez nem is baj, mindannyian, mindenki följött erre a szintre, és tovább is haladtak minket, tehát mostanra ott tartunk, hogy az, hogyha kimész külföldre, mi is azért inkább tanulni megyünk már ki, főleg, hogyha ugye így a Martin Fabianékra, vagy az Anton Kótovicsra gondolunk, ezek a srácok, ezek iszonyatosan veszélyes vívók. Aha, hát én úgy éltem meg egyébként, hogyha minket emlegetnek ilyen nemzetközi fronton, akkor elsősorban mindig azt emelik ki, hogy testi lelki fegyelmezettségünk az általában. Meg a kontroll. Ez azt én benne, úgy értettem, hogy ez így benne van ebben a kifejezésben, igen, a kontrollunk is. Ugye van két dolog, ami az Arsenal-ben, bocsánat, kezdve beszéltem, ne haragudj. Van két dolog, ezt akartam igen elmondani, hogy lehetséges, hogy vannak csapatok ugyan, akik mondjuk régebb óta csinálják, tapasztaltabbak, lehet, hogy tényleg jobban vívnak, viszont az, hogy mi egy ekkora közösséget összetudtunk rakni, és hogy olyan kemény edzőtáborokat megcsinálunk, mint amilyenekről egyébként anekdoták vannak külföldön is, hogy úristen, ez mekkora kemény. Azért ez csak egy hungarikum, vagy arszenzisztikum. Már másolják. Tehát ugye szoktam mondani, minden edzőtáborban ezt elmondom, mikor nyitóbeszédet mondok, hogy amit minket különösen dicsérnek, hát nem ritkán hallok olyat, hogy fú, az arszenzisztben a srácok kitűnően technikáznak, nem ezt szokták mondani, azt szokták mondani, hogy úristen, az Arsenzis a világ öt legnagyobb csapatá között az egyik, hogy csinálják ezt, hogy összetartanak, hogy barátság van, hogy szeretet van, hogy nincs benne ilyen, nincs benne pénz, tehát hogy úristen, ez hogy lehet, hogy ebből nem élnek meg emberek, nincs benne ez a nagy görcs, ez a harag, ez a Facebook düh, hogy egymást ide szanaszét szeddő emberekből állna ez, ki után ki kicsodát, hogy szakadunk szét 100 darabra, hanem hogy meg tudunk csinálni egy 150 fős edzőtábort, meg tudunk csinálni egy 300 fős egyesületet, és ez főleg azért van, mert a mi kutatásaink, azok ugye, és tanulmányaink, azok ebbe az irányba is mennek. Tehát mi foglalkozunk szociológiával, a csapatépítés különböző tudományos aspektusaival, pszichológiával, az egyénekkel foglalkozunk, és ez, bocsánat, mi hivatalos sportoktatók vagyunk, ugye, mert hogy mi végezzük az állami iskolákat, ami szintén egy kuriózum, mert odakint akármekkora arcot növeszt valaki, nagyon kevesen végzett oktatók, és azért az iskolában, az oktató iskolában, azért tanulunk egészségügyet, pszichológiát, sportpszichológiát, stb. Tehát olyan dolgokat, amik nálunk egyéniek, ugye külföldhöz képest, és van még két dolog, méghozzá az egyik az ugye az a plüsi. A plüsi dolog, ami maga a gyakorló kard, ami eleinte valami igen nagy humorforrás volt külföldön. De szó szerint értsd, ez így fogták, röhögtek, verték egymást vele, és amikor már 20 perce verik egymást vele, akkor már nem is annyira poén, hanem úristen, ez tök jó. Ugye a plüsi az azt jelenti, hogy olcsó, már ugye egy kardhoz képest, nem kell neki akkor a felszerelés, védőfelszerelés, és biztonságosan lehet vele csatázni. Ugye itt a csata a lényeg, hogy mi tudunk csinálni akkor a rendezvényeket, ahol mint 100 ember egymásnak rohan. És ez az, ami szintén most már van külföldön nagyon profi ütőkard, ugye mi is azt rendelünk, de ez nem volt jellemző. Ugye a másik a fémkard volt, ami az a másik dolog, ami nálunk kuriózum volt nagyon sokáig, és ebből jön a mi obszessziónk a kontrollal, az odafigyeléssel, hogy az ütőkardokhoz nem viselünk maszkot, mert hát eleve ez a lényeg, hogy a kezdő ember meg tudja venni, el tudja kezdeni a hemát, és kettő, amint fémkardhoz jut, maximum egy arcvédő van előtte, és muszáj, hogy vigyázzunk egymást, és ebből, mit tudom én, a 4 év végére olyan haladóink vannak, akik, hát olyan professzor Riszfoller jelöltjeink, akik nagyon jól kezelik az eszközt. Sokat emlegettél itt azt, hogy ugye különböző fokozatai vannak ennek az iskolának, nagyon korán eldöntöttétek már azt, igen, hogy iskolára fogjátok építeni ezt az egyesületet, iskolának akarjátok ezt. Igen. Ennek az egyik legmagasabb, vagy hát most jelen pillanatban legmagasabb elérhető fokozata ugye a provost. Nagyon-nagyon sokáig nem volt provost az egyesületben,
Ez egy éve van talán? Vagy igen, szerintem... Hogy végzett proboszt? Az egy végzett. Igen, az egy éve van. Most kettő van, ez egyik te vagy, a másik pedig Lazsi. És hogy nagyon sokáig nem léptetek rá erre az útra, nem volt meg ez a díjvívás. Biztos, hogy nagyon sok nehézség volt, testi, lelki. Hogyan tetted ezt a dolgot meg, hogy ezt végül megtettétek? Mi volt ebben a legnagyobb kihívás, és mi az, aminek leginkább örülsz ebben? Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Hát ugye én ott kezdeném, hogy azt, hogy az iskola így fog kinézni, az valóban nagyon korán eldöntöttük. Ebben már nem három ember vett részt ebbe a döntésbe, ebbe az elképzelésbe, hanem ezt már, mint az első év végét képzeld el, amikor az első díjvívást megtartottuk magunknak, amit ott volt mondjuk 15 ember, akkor, és ez ilyen 2003-ról beszélek nagyságrendileg, akkor a nagyon úgy zajlott már, ahogy most is zajlik. Akkor is volt címerek, azt nagyon hamar mi eldöntöttük, és akkor már tudtuk, hogy leszünk egyszer friszkollerek, és leszünk egyszer provosztok. De szerencsére nagyon magasra tettük azt a mércét. Mint mondtam, mi a távol-keleti művészetekből jöttünk, és a távol-keleti művészetekben az is különbözik, mert van olyan sport, vagy küzdősport, ahol meg lehet szerezni 4 év alatt egy fekete övet, sőt, van olyan, hogyha egy bizonyos szintű versenyre mész, akkor azért öv jár, mondjuk. Tehát egy 4-5 év alatt akár meg lehet szerezni, de az átlagos távol-keleti művészetben 10 év a minimum az első danra, vagyis a fekete övre. Ezt mi is így húztuk meg, annélkül, hogy még olvastuk volna a korabeli írásokat, hogy azért 10 évnél hamarabb ilyen mestert, azért ne akarjon már senki avatni, még hosszú karzal se, de ugye megtalálván a London Masters of Defence feljegyzéseit, az első, amivel találkoztunk, abba kiderült, hogy teljesen jól mondtuk, mert ugye 4 év, körülbelül 4 év friszkoller, körülbelül 3 év provost, és utána körülbelül 3-4 év a mester, ami nagyjából 10 évet ad ki. De olyan iskolák van, ahol értettek hozzá, nem pedig olyan kezdő ürgeposzkok, mint mi. Tehát mi szépen ezt elhúztuk. Én gyakorlatilag 15-6-7 év, nem is tudom pontosan, vívás után foglalkoztam először, vagy tettem le a provost díjvívást nálunk, de az szerint, az elhatározás szerint, amit annak idején már tudtunk, és valahol félúton nagyon komolyan kialakítottunk. De akkor összeült egy 10 fős, akkor már vezető, oktató, végzett oktatók összeültek, és kialakították körülbelül 5-6, nem is tudom pontosan, 7-10 évvel ezelőtt, hogy milyen lesz a provost díjvívás, annak mi elkezdtük csinálni. És ugye nem csak mi vagyunk a rendszerben, vagy mi voltunk a rendszerben a Lazsival, az elmúlt mondjuk 6-7 évben legalább 15 ember belekerült a provoszti szakszemináriumnak a kerekei közé, elkezdték tanulni, olyan te is, ugye, most már, de mi nekünk sikerült először a lefektetett szint, nem szintet, hanem határt a pontokban elérni. Ugye ez egy kicsit szubjektív, mert nem arról szól, hogy mennyire vagyunk ügyesek, tehát nem az a mérce, hogy mi most elértük azt, hogy na már pedig így néz ki egy provost, ennyire vív jól, ennyire okos, hanem egyszerűen tettünk egy elég kemény határt, ami azt hiszem, hogy akkor az akkori rendszerbe visszaszámolva 30 pont gyakorlati és 30 pont elméleti volt, most már 60-60, mert meggyorsítottuk, hogy legyenek kisebb pontot is tudjunk adni kisebb kurzusokért, tehát 60-60 mondjuk így, 60-60 pont volt, amit nagyon nehéz volt úgy összeszedni, hogy nem volt még tananyag sem. Tehát főleg az elméleti kurzusokba vért izzadtunk, tehát mindent, amit meg lehetett végezni, elvégeztünk, és nekünk sikerült elsőre ezt abszolválni. És én a friszkollerrel ugyanígy voltam, én az első friszkollerek között voltam, a Keresse Mátéval, a Macival, azt hiszem hárman, igen, akik ezt elvégeztük, és akkor ugyanezzel találkoztam, hogy első vagyok, amit szégyen lett. Mert ugye már, ha már volt valaki egyszer, ahhoz könnyű viszonyítani, hogy legalább azt elérd. És akkor, mikor a friszkollernél álltam ott, hogy fú, mindenki tapsolt, hogy na most ez elég volt, mi volt ez, ez most sok volt, ez most kemés volt. Megszégyenítettem az ősöknek az emlékét, vagy a sírjukban tapsolnak, hogy jaj, de jó, nem tudtam eldönteni. És ezen most is így vagyok, hogy a provoszti díjvívás után, már nyilván, 5 évnyi, 6 évnyi tanulás után vértizzadtunk a Lazsival azon a bizonyos díjvíváson, nyilván a friszkollernél még egy szinten nehezebb volt, nagyon-nagyon nehéz volt a készülékek ellenére is, és mégis a kételj bennem van továbbra is. Most, hogy látom, hogy amit ti csináltok, a ti
korosztályotok, tehát te, a Bálint, a Zoli, a Ézsiás Pisti, a Hekka, ez a korosztály most már teljesen más. Összetartotok, összejártok, külön kurzusok van, ahol önismerettel tudtok foglalkozni, megmásztátok a hegyet, edzőtáborban meg fogtok dögleni. Minden nap egyszer, pedig öt nap van. Úgyhogy irigykedem, szívesen lennék ott a második hullámba. Ez volt az én nehézségem, de nagyon örülök neki, hogy megcsináltuk a Lazsival. És a Lazsival, bocsánat, ezt el kell mondanom, óriási megtiszteltetés volt a Lazsival ezt megívni. Fantasztikus embernek tartom, nem akartam volna más magam mellett. Hát én úgy gondolom, hogy amellett, hogy egyébként egy komoly vívói kihívás volt ez számotokra, amellett az egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy átszakítottátok a célszalagot elsőként. Na, igen, igen. Azért ezért is úgy gondolom, hogy ez is egy provoszti teljesítmény. Jó, Szabolcs, én még azért szerettelek volna kérdezni, bár kicsit elnyúlt az idő, egy másik témával. És azért egy pár szót erről is biztos tudunk még ejteni. Szerencsére végül is nincsen maximum limite ennek a beszélgetésnek, úgyhogy folyik a beszélgetés. Tehát én, ha jól tudom, van egy másik projekted is, ami az életed egy teljesen másik részét érint, és összekötötted a hosszú kardívással, konkrétan te sci-fi regényeket írsz. Igen. És van neked egy sorozatod, amit te ki is adtál, és nagyon sok szempontból kötődik a hosszú kardíváshoz. Miben kötődik ez? Mi ez a regény? Mi volt megint csak a nehézsége ennek, és miért vagy erre nagyon büszke? Ha nagyon büszke vagy rá, mesélj erről, légy szíves. Nagyon aranyos vagy. Figyelj, következő, tehát valóban, igen, foglalkozok könyvírással. Most jelenik meg a negyedik könyvem. Idénre ezen kívül még egy-kettőben van ígérve, úgyhogy lepjéből lesz év végére 5 meg 6 is. Az első sorozatom, amit készítettem, ezt ugye Estárnak nevezik, ezt sokan olvastátok már ti is, nyájas hallgatóink. Valóban ebben jó sok kardozás van. Szerintem ebben jól kiírtam a korai hősi elképzeléseimet a kardozós fiúkról és lányokról, és mi volt a kérdés? Hogy nehéz volt-e? Nem, hogy imádtam. Ez csak így kifolyt a tolladból? Tehát, hogy látszik is sajnos egyébként. Tehát az valóban úgy folyt ki, hogy így megállás nélkül mind egy ilyen őrül. Egyébként a fölkeltem, emlékszem, mentem az Orsihoz, hogy na, képzeld el, hogy én Mától író vagyok, és így nézett rám, hogy hát jó, oké. És akkor így, amikor az időszak volt, az Estár 1-2-3-at, amikor írtam, akkor valóban az éjjel-nappal így ment bele a gépelésben. Azért is kérdeztem egyébként erre rá, mert nekem, amikor először kezembe vettem azt a könyvet, és még nem olvastam bele, tehát még nem tudtam, hogy mi lesz benne, akkor nekem az volt az egyik ilyen nagy félelmem vele kapcsolatban, hogy valószínűleg úgy írtad te, mint hoztuk a rüves az értő ember a könyvet, hogy ez nek lesz csak olvasható. Tehát, hogy lehetséges, hogy úgy fogod leírni magát a hosszú kardívást, hogy nekünk ez baromi élvezetes lesz, viszont azoknak az embereknek, akik nem ilyenek, azok meg nem értik. Hát ez nem így sikerült egyébként szerintem. Szerintem ezt mindenki érti, de nem tudom, hogy az okozott-e neked valamilyen kihívást, akkor most így ezzel talán közelebb tudok lenni. Ez a része nem. Inkább azt mondanám, hogy szerintem ti, hogyha ti ezt olvassátok, vagy olvastátok, akkor megmosolyogtató az, hogy így a saját szövegeimnek egy csomó részét meg lehet találni, mondom, a karakterek szövegei között, meg az én fogalmazásomat, ugye a könyvben főként Lichtenauer szerint vívnak, akárnyi, hogy egy szifiről van szó, ha nyilvánvalóan fölismerhető azonnal, hogy én hogy szoktam ezt magyarázni. Ezzel nem voltak ilyen irányú gondok, de nagyon élveztem. Szuper. Jó, köszönöm szépen, Szabolcs, hogy tudtunk ma beszélgetni erről arról, főleg az Egyesületről, ugye az Egyesületnek az keletkezéséről, ugye ezt volt ejtettünk itt a Provostról, és végül megálltunk itt az Estár sorozatnál. Szerintem most itt fejezzük be, mert nagyon elhúzódott már a beszélgetésünk. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a negyedik részt, és ötödik résztel hamarosan érkezünk. Addig is vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon, hogyha tehetitek, edzetek szobában, hogyha tehetitek, és hamarosan jelentkezünk. Sziasztok! Nagyon köszönöm az interjút, sziasztok!